Fiatalokat és időseket egyaránt várt Sallai Györgyi Dóra előadására a Sátoraljaújhelyi Diákok Baráti Köre, ugyanis a pszichológus olyan témáról szólt, melyben minden korosztály érintett. Generációs problémák azok minden családban jelen vannak, és pontosan ebből a megfontolásból indította egyesületünk most a lelki egészségünk elnevezésű sorozatot, mert én azt szokták mondani, hogy minden testi betegség, minden nyavaja a lelkünk bajaiból adódik, és azért gondoltuk, hogy nem csak az egyesület tagjainak, hanem az ifjúságnak, minden korosztálynak szüksége van arra, hogy megpróbálja kivédeni azokat a konfliktusokat, amit lehet egy családban, és gondoltuk, hogy megpróbáljuk most a fiatalokat is bevonni az előadóink közé, és így esett a választásunk Sallai Györgyi Dórára. A különböző generációk az élet számos területén találkoznak egymással, például a családban, a munkahelyen. A generációk közötti különbség az természetes, az azonban, hogy a különbség generációs konfliktussá fajul-e el, az az emberek hozzáállásán, érzékenységén múlik. Nagyon nagyot változott a világ, de vannak olyan alaptényezők, amelyek maradnak és örökök. Így például születünk, felnövünk, meghalunk, szeretünk, gyűlölünk, illetve régen és ma is ugyanazok az alapvető emberi értékek voltak fontosak az emberek számára. A személyiségfejlődés mérföldkövei is állandóak és változatlanok, illetve egyénen belüli konfliktusok is változatlanok maradtak. Ami változott és ami más, az talán a külső, a megjelenés, a köpeny, mert hogy kicsit intenzívebb, szélsőségesebb és felgyorsultabb, mint minden ebben a mai világban. A problémákra megoldás lehet, ha a különböző generációk tagjai elfogadják egymás értékeit. Elfogadni azt, hogy egy időben születettek, akik egyfajta sorsközösségben élnek, és ezért alkotnak egy nemzedéket. Ők különböző történelembe, különböző társadalmi rendszerbe születtek, éppen ebből kifolyólag eltérő az értékrendjük, a céljuk, a világfelfogásuk, és ez az, ami elválasztja a különböző nemzedékeket egymástól, de természetes módon kell megtalálni azokat a közös pontokat, ami összeköti a generációkat egymással. Például az idősek tudása, a bölcsesség, a tapasztalat, a fiataloké pedig inkább a friss tudás, az alkalmazkodó képesség. Amennyiben kölcsönösen elismeri egymásról ezt a két nemzedék, akkor sokkal könnyebben tudnak majd egymás felé közelíteni, és jobban megértik egymást.